Ez a világnézet a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre, a mai vendégünk pedig Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm én is a megkeresést. A mai témánk pedig a korán égetések lesznek, hogy Svédországban, illetve Dániában is égettek koránt. Emiatt mind Svédország, mind Dánia szigorítást jelentett be a határellenőrzések kapcsán. Valós a fenyegetés a Svédországra, illetve Dániára nézve? Láttunk rá már példát, amikor az iszlám kigúnyulás az nagyon komoly következményekhez vezetett. Ugye Franciaországban például a Charlie Hebdo nevezetű hetszlap esetén volt egy nagyon komoly terrortámadás válaszként arra a karikatúrára, amiket ők közzétettek. Tehát úgy gondolom, hogy az, hogyha megfenyegetik őket az iszlám világ részéről, azt komolyan kell venni, mert szemben az európai kultúrával, ahol többé-kevésbé elfogadtuk azt, hogy a szólásszabadság része a vallások kritizálása is, ez nem igaz elsősorban a közel-keleti és észak-afrikai régióra, ahol nagyon komolyan veszik a saját hitüket, és hát nagyon komoly eszközökkel is fellépnek, hogyha úgy érzik, hogy bárki csorbát ejtett ezen a hiten. Emlékezhetünk, hogy a svéd jobboldal nagyot nyert a legutóbbi választáson, tehát Svédországon jelenleg egy jobboldali párt van hatalmon. Mit gondol a párt, illetve maga a nép a korán égetésekről? Ez egy elég érdekes helyzet, ami ott kialakult, és szerintem érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy ez az egészet a több évtizedes migrációs politika idézte elő, hiszen mi másért lenne téma Svédországban a korán égetése. Ez ugye nyilván nem feltétlenül magának az iszlám hitnek szól, hanem annak a sok százezer bevándorlónak, aki azóta már az országba érkezett. És gyakorlatilag egy feloldhatatlan helyzet jött létre Svédországban, az északi országokban, egész Nyugat-Európában, ahol van egy hatalmas bevándorló közösség, akik ugye mindenféle más háttérből érkeztek kulturálisan, neveltetés szempontjából, értékek szempontjából, és nem hajlandóak elfogadni azt a fajta nyugati társadalmi rendet, amely őket befogadta, és ezért létrejönnek különféle párhuzamos társadalmak. Ebből a jelenségből fakad az, hogy itt néhányan korán égetéssel válaszolnak. Meg kell jegyezni, hogy szerintem ez sem egyébként egy elfogadható dolog, és nyilvánvaló, hogy a szélső jobb oldal az tudatosan provokálja a kisebbség, a bevándorlókat ezzel kapcsolatban. De nyilván, ahogy mondom, ezt a helyzetet a liberális politikusok idézték elő azzal, hogy nyakló nélkül támogatták a bevándorlást a korábbi évtizedekben, és úgy tűnik, hogy mind a mai napig tovább támogatják ezt a bevándorlást. Sokak szerint a korán égetők mögött az oroszok állnak, ennek mennyi a valóság alapja? Én nem gondolom, hogy feltétlenül Oroszország állna mögötte. Nyilvánvalóan az biztosan kijelenthető, hogy Oroszországnak érdeke az, hogy Európát destabilizálja, köszönhetően a most zajló háborúnak Ukrajnában, hiszen ugye Európa döntő része egyöntetően beállt a háborúpárti üzenetek mögé, támogatják a háborús erőfeszítéseket, tehát Oroszország számára ellenséges államként jelennek meg, és ebből kifolyólag ugye az oroszoknak több olyan műveletük is van, ami erre vonatkozik. Ugye most Afrikában, Nigerben és más országokban elég jelentős az orosz előretörés. Mindezek azt betítik előre, hogy itt a migrációs hullámban hamarosan növekedés várható, hiszen ahogy az egész afrikai térség destabilizálódik, egyre nőni fog a migrációs nyomás Európán. És nyilván ebbe illeszkedhet az a kép is, hogy megpróbálják szíteni az indulatokat az őslakosok és a bevándorlók között, hiszen ez a adott országokban még további társadalmi problémákhoz, zavargásokhoz, egyéb negatív következményekhez fog vezetni, de nem hiszem, hogy ez egy központilag gerjesztett folyamat lenne. Az a helyzet, hogy ahogy mondtam, az egész bevándorlás, mint megoldás a népesedési problémára egy feloldhatatlan ellentétet hozott létre, amit egyébként még azt se oldana meg, hogyha holnaptól lezárnánk a határokat, és nem érkezne senki be Európába innentől kezdve, hiszen már így is olyan hatalmas közösségek, párhuzamos társadalmak jöttek létre szerte az északi régióban, Nyugat-Európában, amelyek nem tűnnének el egy varázsütésre, még egy ilyen lépéstől sem.
Úgyhogy hát gyakorlatilag most jön az a rész, ahol Európának meg kell lennie azt, amit főzött, és valamilyen megoldást kell találni erre az egész problémára, ami láthatóan szembeállítja a helyi őslakosokat és a bevándorlókat egymással szemben. Látjuk, hogy a muzulmán országok milyen reakciót adnak erre a korán égetésre. Az iraki miniszterelnök úgy fogalmazott, tájékoztatom a svéd kormányt, hogy a kegyes korán Svédföldön történő elégetésével kapcsolatos incidens megismétlődése a diplomáciai kapcsolatok megszakítását teszi szükségessé. Emlékezhetünk, hogy Törökországnak is voltak aggályai Svédországgal kapcsolatban a NATO csatlakozás miatt. Hogyan hat Svédország NATO csatlakozására ez a korán égetés? Egyértelműen negatívan, és hát ugye Erdogan ő ezt egyértelművé is tette török elnökként, hogy nem fog addig hozzájárulni Svédország NATO csatlakozásához, amíg meg nem oldják ezt a problémát. És hát ugye itt ismét fel kell innom arra a figyelmet, hogy ez egy nagyon nehezen kezelhető kérdés, hiszen különféle szimbólumok elégetése is akár azért általában bele szokott tartozni a szólásszabadság körébe a európai felfogás szerint. Nyilván más a helyzet, amikor mondjuk az adott államnak a jelképeit sértik meg, de ilyenről itt nem beszélhetünk, hiszen ugye Svédországban nincsen államvallás, és ha lenne, akkor sem a iszlám lenne remélhetőleg. Tehát, hogy bármennyire is sértő, azért ennek meg bele kéne férnie egy nyugati típusú demokráciában. Hát viszont van egy olyan népességcsoport, és nyilván aztán ennek ezen a népességcsoporton keresztül ez az egész nagy világba is eljut, akiket ez erőteljesen sért, és hát komoly retorziókat von maga után. Ebből kifolyólag ugye hát a Svédország által saját magának keresett probléma, az kihat Svédország egyéb lehetőségeire is, például itt az említett NATO csatlakozásra is, ahol azért ugye ott a Vilniuszi NATO csúcs kapcsán volt egy elég nagy hurrá optimizmus, hogy na most azonnal Erdogan jóvá fogja hagyni, ez nem történt meg. És hát ha nem is a legfajsúlyosabb ez a korán égetéses történet, mert bizonyára voltak egyéb követelései is Erdogannak, azért kijelenthető, hogy ez is egy jelentős szerepet játszik abban, hogy a törökök vonakodnak ezt jóvá hagyni. És sokan Svédországban azt kérik a svéd vezetést, hogy tiltsák be ezeket a korán égetéseket, kössék szankciókhoz ezeket a hát szerintük bűncselekményeket. Ön szerint az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelne az, hogy betiltsák ezeket a korán égetéseket? Igen, ez egy elég ingoványos talaj, hiszen ha csak a Koránra vonatkozna, és mondjuk a Bibliára nem, azért ezt nehéz lenne megmagyarázni, mert nyilván jogi szempontból az nem lehet érv, hogy a keresztények toleránsabbak az ilyen dolgokkal szemben, és mondjuk nem fogják másnap halomra lőni a szerkesztőséget, vagy bármi egyebet. Tehát csak olyat tudok elképzelni, hogy mondjuk minden vallási jelképet egyenlő módon védelmez az ilyen jellegű behatásoktól. Ez úgy gondolom, hogy kiállhatja a különféle jogállamiság és egyéb próbákat. Persze kérdés, hogy a svédek mennyire szeretnék ebbe az irányba elvinni, és mennyire próbálják meg csak az adott helyzetet kezelni. Nyilván ugye, hogyha erről már lesz bármiféle konkrétum, akkor jobban tudok ezzel kapcsolatban is nyilatkozni. Említettük, hogy Svédország szigorításokat fog bevezetni a beáramló menekültekkel, illetve egyéb állampolgárokkal kapcsolatban. Ön szerint ezzel képes lehet Svédország visszaterelni az országát arra az útra, ami előtt 2015-ben volt? Úgy gondolom, hogy nem, és ezt már pedzegettem is korábban az interjúban. Egyszerűen olyan nagy mennyiségű migráns érkezett már be az országba, nem csak 2015 után, hanem előtte is már, akik hát ugye teljesen átírták bizonyos településeknek a kinézetét. No-go-zónák jöttek létre, saját párhuzamos társadalmakat alakítottak ki, ahol nem fogadják el a többségi társadalom törvényeit. Tehát azt látjuk, hogy nagyon komoly nehézségeknek néznek elébe, és önmagában az, hogy leállítják az újabb beáramlást, ezen nem fog segíteni, hiszen még ott van a probléma azokkal, akik már ott vannak, és akik mondjuk akár már jogi szempontból is legalizálták az ott létüket valamilyen módon. Most az ő esetüket is valahogy kezelni kéne, és beintegrálni őket a társadalomba, de hát ez egy olyan feladatnak tűnik, ami lehetetlen.
és nem csak a svédeknél, hanem bármely európai országban, amely ezt próbálta meg a népesedési probléma kezelésére, azt látjuk, hogy sikerült ugyan ellensúlyozni a népességfogyást, de olyan népességgel, akik nem hajlandóak elfogadni a nyugati típusú értékeket, a nyugati demokrácia játékszabályait, hanem más módokat keresnek, akár azzal, amit említettem, hogy párhuzamos társadalmakat hoznak létre, akár úgy, hogy terrorszervezetekhez csatlakoznak, vagy ők maguk a saját országukba követnek el terrorcselekményeket. Tehát csak az, hogy leállítják a beérkezőket, vagy esetleg jobban megszűrik őket, nem fogja a problémát megoldani. Nyilván, amikor jogról beszélünk és törvényekről, az előfordul, hogy eltér az általános vélekedéstől a népesség körében. Ugye Dánia is, a dán kormány is megpedzegette, hogy be fogják tiltani ezeket a koránégetéseket. Ha viszont az embereket nézzük, az emberek ön szerint hogyan tűrnék azt, hogy a szólásszabadság ilyenféle kifejezését korlátozzák? De most én azért úgy gondolom, hogy a nagy többségben nincs óhatatlan késztetés arra, hogy hétvégente koránokat égessen. Ez nyilván mindig is egy szélső jobboldali kis csoportnak a saját provokatív akciója volt, amit nyilván tüntető jelleggel mindig különféle iszlám országok nagy követsége előtt tartanak. Nyilván ők is felismerték a lehetőséget ebben a helyzetben, és azt, hogy társadalmi feszültséget lehet így szítani. Tehát önmagában azt gondolom, hogy ennek a betiltása sem veszélyes. Az a veszélyes, hogyha minden elindulunk tovább a lejtőn, és akkor bármi, amire azt mondja egy bevándorló, hogy az őt sérti, azt betiltják. Tehát holnap előállnak, hogy a karácsony a sértő a számukra, mert ők a ramadánt ünneplik, akkor onnantól kezdve tilos lesz a karácsonyt ünnepelni, vagy bármi egyéb. Nyugaton látunk erre irányuló törekvéseket is. Ez az igazán veszélyes, és ez az, ami nem lehet indulni ezen az úton. Nyilván, akik provokálnak a korán égetéssel, azok pontosan erre a fajta túlzott reakcióra számítanak, és ettől remélnek politikai tőkét. De hát másik oldalról meg ugye a bevándorlók is szítják a tüzet, tehát azt látjuk, hogy a többségi társadalom az gyakorlatilag két tűz közé kerül ebben a kérdésben, és nagyon elfogy az a észszerű mozgástér, ami mondjuk olyan államokban rendelkezésre áll, amelyek nem terheltek a migrációs problémától, például Magyarországon ugye nem igazán kérdés az, hogy ki égethet koránt, meg ki nem, mert ki akarna koránt égetni ide-haza. Egyszerűen nincsen semmi relevanciája ennek a tettnek. Még ugye nyilván azokban az országban rengeteg bevándorló él, akik szinte mind muszlim hátterűek, ez egy politikai véleménykifejezési módá vált. Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is kiadott egy közleményt az esettel kapcsolatban. Ebben hangsúlyozta, hogy a sokféleség tisztelete az Európai Unió egyik alapértéke, és ez magába foglalja azt is, hogy a többi vallási közösséget is tisztelni kell. Mennyiben tekinthető ez kettős mércének, hiszen hogyha emlékezünk, azért a muzulmán országok nem arról híresek, hogy igazán befogadóak a keresztény vallással szemben. Meghoznék itt egy másik szempontot, az Európai Unió arról híres, hogy mondjuk az őshonos nemzeti kisebbségeket védeni. Ugye emlékezetes, hogy volt egy magyar kezdeményezés a kisebbségi jogoknak az uniós szintű védelméről kapcsolatban. Ez ugye el is érte a sikeres európai polgári kezdeményezésnek a küszöbértékét, de egyszerűen Brüsszelben nem foglalkoztak vele, mondván, hogy nekik erre nincs hatáskörük, meg nem is érdekli őket különösebben. Aztán azt látjuk, hogy amikor koránégetésről van szó, amikor LMBTQ kisebbségről, amikor mindenféle gender kérdésekről van szó, akkor hogy nem Brüsszel előkerül és hirtelen megtalált azt a hatáskörét, ami a nemzeti őshonos kisebbségek esetén nem volt meg. Tehát még a határon túli magyarok nem érdeklik Brüsszelt, addig ezek a kisebbségek meg igen. Én ebben is egy elég komoly kettős mércét vélek felfedezni, és úgy gondolom, hogy vagy az egyiket védem, vagy a egyiket sem, de az, hogy, vagy, vagy mindegyiket védem, vagy egyiket sem, de az, hogy egyiket védem szelektív alapon a másikkal, meg nem foglalkozok, mert szerintem nem probléma, ez nem működik. Ön szerint miért lehetünk optimisták a trendeket látva, hogy Európa szerte? Mennyire van előttünk egy jobboldali fordulat, egy konzervatív fordulat, hiszen ugye hamarosan választások lesznek? Ez elég sok szereplős kérdés. Ugye
egyértelművé válik szerintem, hogy nem lehet az előrejelzésekben bízni. Ugye, a Spanyolország esete az nagyon jó erre. Hatalmas jobboldali győzelmet jósoltak előre, és akkor, mikor itt eljöttek a választások, akkor hirtelen kiderült, hogy nem is volt akkor a nagy jobboldali győzelem. Tehát én visszafogott optimizmussal tekintek csak a választásokra. Úgy gondolom, hogy van esély arra, hogy a konzervatív oldal erősítsen a pozícióin, de nem gondolom, hogy hatalmas, megetrengető változások következnének be. A legjobb, ami történhet, az az, hogy sikerül egy állandó blokkoló kisebbséget létrehozni Brüsszelben, mert ebben az esetben meg lehetne akasztani a legdurvább föderalista, migrációpárti, háborúpárti, genderpárti előterjesztéseket, és vissza lehetne terelni a brüsszeli működést a normális keretek közé, ahelyett, amilyen most van, tehát ahelyett az ideológiailag túlfűtött aktivista működés helyett egy szakmai, gazdasági működésre lehetne visszaszorítani Brüsszelt. Én ebben bízom. Ettől bármi többet kívánni, én úgy gondolom, hogy az nem a helyzetnek a valós felismerésén alapul. A Genfi Egyezmény alapján, hogyha egy háború sújtott ország van, akkor ugye az első országban kötelessége az országnak menedéket nyújtani a menekültek számára, ugye a többi ország számára nem ír elő ilyesfajta kötelezettséget. Ön szerint az, hogy ennyi menekült áramlik be Európába, ez egy szervezett támadás Európa ellen, vagy szimplán csak az egyének kollektíven így döntöttek, hogy jó a helyzet Európában, és akkor induljunk meg Európa felé? Én kivitanám annyiban a szóhasználatot, hogy ezek igazából nem menekültek, hiszen, ahogy említette is, az első biztonságos országig menekültek. Onnantól kezdve már gazdasági bevándorlónak tekinthetők, hiszen ugye például a szír menekülteket Törökország példáson ellátta, de hát nyilván a sokaknak nem volt elég, tovább álltak Európa felé. Mondhatni, hogy vannak ennek szervezett részei, ugye Törökországból is ugye szervezetten engedtek tovább migránsokat, egészen addig, amíg Európai Unió meg nem kötötte a migrációs paktumot velük. A szóba került Oroszország is már egészen bizonyos, hogy részt vett ilyen akciókban, hiszen Fehér Oroszországon keresztül is érkezett már szervezett migrációs támadás Lengyelország ellen, és hát nyugati szereplők is vesznek részt ebben szervezetten. Itt elsősorban a Soros-féle NGO-kra gondolok, akik szervezetten intézik a migránsoknak az átszállítását a földközi tengere, konkrét migráns taxikat működtetnek a tengeren, és ezek segítségével a partok mellől Líbiából, Tunéziából hozzák el az embereket, mondjuk leginkább Olaszországba. Tehát azt látjuk, hogy ennek van egy nagyon komoly szervezet háttere, különféle szereplők, különféle érdekekkel, de azt nagyon jól felismerték, láthatóan a világon több helyen is, hogy Európában a többségi társadalmat ez nagyon komolyan gyengíti, és hát ki a maga agendája, maga célja szerint alkalmazza ezt az eszközt arra, hogy gyengítse Európát. Ezeknek az NGO-knak egyébként mi lehet a célja, hiszen ha belegondolunk, igazából ez a menekült áradat nem igazán segíti elő a GDP termelését, hiszen ugye sokan nem dolgoznak, inkább csak felveszik a segélyt. Mégis mi lehet a célja ezzel a rombolással az NGO-knak? Alapvetően úgy gondolom, hogy politikai ideológiai céljaik vannak ezekkel a különféle szervezett migráns telepítésekkel. Nyilvánvalóan az, hogy Európában létrehozzanak egy olyan társadalmat, amely megfelel az ő igényeknek, egy ilyen színes, mindenféle szép körül szavakkal körülírt, és hát nyilván ehhez le kell rombolni a jelenleg uralkodó társadalmi rendet, de azok száma, akik önként beleállnak ebbe, azért korlátozott, és nyilván ezt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha olyan népességet szállítunk be egy adott országba, akik mondjuk hajlandóak annak megfelelően szavazni a választásokon, mint amit mi elképzeltünk. Például Angliában így jutott elég nagy erőhöz a munkáspárt, ami annak idején beállt a migránsoknak a korlátlan támogatása mögé. Ott ugye a konzervatívok ki is számolták, hogy ha figyelembe veszük azt, hogy a őslakos népességnek a egy része ide szavaz, más része oda,
körülbelül egy ilyen 20-30%-os bevándorló arány mellett a konzervatív szuverenitás párti erők számára már nyerhetetlenné válnak körzetek. Tehát még csak többségbe se kell kerülniük ahhoz, hogy teljes egészében a számukra tetsző politika vegye át az uralmat egy adott országban. Dornfeld Lászlónak köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat.